Néhány héttel az első ütem átadása után a projekt második szakasza is megvalósult, ezzel befejeződött a Győrt és Gönyit összekötő kerékpárút építése. Az avató ünnepségen ott volt Kara Ákos, a Nemzetfejlesztési Minisztérium államtitkára is, aki híradónak elmondta, 2014 tavaszán tett ígéretük valósult meg a projekt lezárásával. Választási ígéretünket tartjuk be. 2014 tavaszán mondta magam azt, hogy Győr és Gönyő között a kerékpárútnak el kell készülni, és valóban a kormány, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megteremtette ennek a hátterét. Győr nagyon gyorsan reagált a pályázati lehetőségre, így a hiányzó szakasz Győr és Gönyő között villámgyorsan megvalósulhatott. Karácsonyra ígértük, karácsony előtt elkészültünk. Fekete Dávid alpolgármester szerint a kerékpárút bővítések, a Győr Bike kerékpár kölcsönző rendszer és a térség infrastruktúrális beruházásai jól szolgálják az alternatív közlekedés népszerűsítését. Az ilyen fejlesztések sokak számára nagy segítséget jelenthetnek. Azt hiszem, hogy nagyon sokaknak fog segítséget jelenteni ez a következő időszakban, és megint csak meg tudtuk mutatni azt, hogy Győr városa és a környező települések között igazán valóban élő kapcsolat van, és ezeket az élő emberi kapcsolatokat ilyen beruházásokkal is folyamatosan tudjuk segíteni, és folyamatosan tudjuk fejleszteni. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő további hasonló pályázati lehetőségekre hívta fel a térség település vezetőinek figyelmét. Itt szeretném jelezni a tisztelt jelenlévőknek és a sajtó képviselőinek is, hogy a következő időszakban is, éppen a TOP fórumon mondtuk el tegnap, többféle területen tudnak a települések pályázni, így például kerékpárút építésre is, hiszen egyre többen kerékpároznak, egyre többen kerékpározunk, és ezt a útszakaszt én megmondom őszintén még eddig nem próbáltam ki, de ki fogom próbálni, mégpedig ha ilyen jó idő lesz, akkor a hétvégén. A most elkészült kerékpárút tehát nem csak a munkába, iskolába járás segíti, de turisztikai jelentőséggel is bír, hiszen az Eurovélo nemzetközi kerékpáros hálózat részét képezi. A Dunapart közelsége miatt a horgászat fellendülésében is bízik Győr Szent Iván önkormányzati képviselője. Most ezek a lehetőségek is megmaradtak, meglettek, megnyíltak, és úgy látszik, hogy egy újfajta sportág, a horgászat sportjának is nagyobb lehetőség lesz a győriek, a Szent Ivánok és a környéken lakók számára. Én azt gondolom, hogy ez a kerékpárút ezáltal, ami Győrt és Gönyit összeköti, kapocs lesz a két község között is. A projekt befejeztével sokkal biztonságosabbá válik a kerékpáros közlekedés az ingázók számára, és új lehetőségek nyílnak meg a turizmus területén is.